Most egy kicsit újítunk, mert az első világháborút követő időszakba is kicsit beletekintünk, egy 1969-es film segítségével, ez az Imposztorok címet viseli. Te mennyire érzed ezt a filmet reálisnak, adott esetben dokumentumszerűnek? Kérdezem ezt azért, hiszen a film forgatása előtt nem sokkal adták ki Prónai Pár naplóját, A határban a halál kaszál címmel, de ez közismert, hogy ebből íródott a forgatókönyv. 63-ban jelenik meg a Prónai napló. Ez a 63 egy nagyon érdekes időszak. Ugye akkor van az amnestia, kiengedik az 56-os forradalom után elítéltek egy részét, akiket kisebb börtönbüntetésre ítéltek. Másrészt van egy párthatározat, hogy a koncepciós perekben érintett, tehát azokat rehabilitálják, illetve lezárják ezeket az ügyeket, és azokat a AVH-s tiszteket, akik részt vettek ezeknek a ügyeknek a nyomozásában, azokat eltávolítják a akkori belügyminisztériumból. És ez egy nagyon áthalásos történet a különítményesekkel. Lehet, hogy emiatt is, ugye később születik meg a film, de lehet, hogy ez az áthalásos történet miatt is nem volt igazán ez népszerű film a Kádár érában, és hát nem volt ugyan betiltva, de nagyon ritkán vetítették. Te mennyire érzed didaktikusnak itt a Kádár rendszer mondani valóját, vagy mit gondolsz, mennyire hordozza ez a film? Film címe is ugye arra utal, hogy egy kicsit, hogy imposztorok, hogy egy ilyen, hát ilyen bájos társaság, aki azért bajkeverő társaság. Tehát egy kicsit ironikusan ábrázolja, és nyilván nagyon erősen a Kádár rendszer szempontjából ezeket az eseményeket, és valóban az a nagyon érdekes, hogy születik egy film a Trianon következményeiről, és Trianon egyszer nem hangzik el a filmben. Tehát nyilván ez egy olyan tabu téma volt, amiről nem beszélhetett a rendező. Többször látszik majd ez egy kritikus hangvételű, egyesek szerint egyenesen groteszk, egyébként műfaji besorolását tekintve egy neorealista alkotás. Ritkán látható, érdekes Máriási Félix 17 filmje közül az egyetlen igazán ismert. Most egy kicsit újítunk, mert az első világháborút követő időszakba is kicsit beletekintünk, egy 1969-es film segítségével, ez az Imposztorok címet viseli. Te mennyire érzed ezt a filmet reálisnak, adott esetben dokumentumszerűnek? Kérdezem ezt azért, hiszen a film forgatása előtt nem sokkal adták ki Prónai Pár naplóját, A határban a halál kaszál címmel, de ez közismert, hogy ebből íródott a forgatókönyv. 63-ban jelenik meg a Prónai napló. Ez a 63 egy nagyon érdekes időszak. Ugye akkor van az amnestia, kiengedik az 56-os forradalom után elítéltek egy részét, akiket kisebb börtönbüntetésre ítéltek. Másrészt van egy párthatározat, hogy a koncepciós perekben érintett, tehát azokat rehabilitálják, illetve lezárják ezeket az ügyeket, és azokat a AVH-s tiszteket, akik részt vettek ezeknek a ügyeknek a nyomozásában, azokat eltávolítják a akkori belügyminisztériumból. És ez egy nagyon áthalásos történet a különítményesekkel. Lehet, hogy emiatt is, ugye később születik meg a film, de lehet, hogy ez az áthalásos történet miatt is nem volt igazán ez népszerű film a Kádár érában, és hát nem volt ugyan betiltva, de nagyon ritkán vetítették. Te mennyire érzed didaktikusnak itt a Kádár rendszer mondani valóját, vagy mit gondolsz, mennyire hordozza ez a film? Film címe is ugye arra utal, hogy egy kicsit, hogy imposztorok, hogy egy ilyen, hát ilyen bájos társaság, aki azért bajkeverő társaság. Tehát egy kicsit ironikusan ábrázolja, és nyilván nagyon erősen a Kádár rendszer szempontjából ezeket az eseményeket, és valóban az a nagyon érdekes, hogy születik egy film a Trianon következményeiről, és Trianon egyszer nem hangzik el a filmben. Tehát nyilván ez egy olyan tabu téma volt, amiről nem beszélhetett a rendező. Többször látszik majd ez egy kritikus hangvételű, egyesek szerint egyenesen groteszk
egyébként műfaji besorolását tekintve egy neorealista alkotás. Ritkán látható, érdekes Márjási Félix 17 filmje közül az egyetlen igazán ismert.